Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy aktuális szerelmi jóslás, ahol megnézzük azt, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, és hogyan érzi magát, mit érez irántad, és mit fog tenni. A gondolatait, a terveit középen látjuk, itt felül és alul. Itt a szívről van szó. Ez jelenti a szerelmet kettőtök között, vagy családi kapcsolatokat, a szeretetet. Itt a virágcsokor jelentheti a te szépségedet, a nőiességedet, vagy egy ajándékot, egy meghívást. Amennyiben beteg és a szívét érinti, akkor itt a virágcsokor jelentheti a gyógyító erőt. És hogyan érzi magát, az itt bal oldalon látható. A környezetében van egy hamis személy. Ez lehet egy nő, de lehet egy férfi is, aki eddig maszkot viselt, de most átlát ezen a hamisságon, és itt a nyilvánosság azt jelentheti, hogy kiderül a valóság, vagy hogy ismeri ezt a szemét a nyilvánosságon. Itt az utak azt jelentik, hogy döntéseket hoz. Lezárja ezt a kapcsolatot, más irányba tekint. Az utak jelenthetik azt is, hogy útban van hozzád, hogy mit fog tenni, az itt jobb oldalon látható. A levél jelent egy hírt. Ír neked, vagy beszámol erről az eseményről. A hajó jelenti a reményt, vagy utazásokat, hogy útban van hozzád, ami itt is látható, vagy jelenthet egy közös életutat, vagy lesz egy meghívás, egy utazás. Itt a kereszt jelenti a hitet, vagy hogy a sors utatok kereszteződik, tehát lesz egy találkozás, mert útban van hozzád. A kereszt jelentheti az ő döntéseit is, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és új irányba tekint, ami itt is látható. Lezárja itt a hamis kapcsolatokat. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Ez a kártya csomag ma érkezett. Tulajdonképpen ez már nekem megvan, csak nagyobbak a képek, és a kicsi kártyákat jobban tudom keverni, ezért gondoltam, hogy megrendelem ugyanazt a kártyacsomagot, ami nekem már megvan, csak így kisebb formában. Itt látható, hogy volt az életében egy kihívás. Voltak nehézségek, voltak küzdelmek, de ezt ő lezárja, sőt, itt győz a hamis személyek ellen. Még kicsit fáradt, még kicsit kimerült, de javulni fog a helyzet. Itt látható egy új kezdet, de még sok mindent kell cipelnie. Majd javulni fognak a dolgok, hiszen el tud engedni bizonyos dolgokat vagy kapcsolatokat, és akkor úgy könnyebben megy minden előre. Itt kezébe veszi ezt a botot, kezébe veszi a dolgokat, cselekedni fog, lesz egy új irány, lesznek fontos döntések, itt az utak szintén erre utalnak, aktív lesz, közeledik hozzád. Itt vannak olyan pillanatok, amikor úgy lefele tekintetek, és vannak félelmek, hogy lesz veszteség,
De vegyétek észre a háttérben ezt a szép képet, és legyen meg a hit, hogy minden jóra alakul, és minden rendbe jön köztetek, meg a környezetetekben. Jelentheti az anyagi helyzetet, vagy a munkahelyet is. Itt van közeledés, lesz egy hír, egy meghívás, egy utazás, döntések, és átnyújtja számodra ezt az aranykelyhet, ami jelenti az érzelmeit, kimutatja az érzelmeit. Itt van egy átmeneti időszak. A múltban vannak szomorúságok, még befele tekint egy kicsit, de itt van jövő kettőtök között. És megnézzük az ő jelenlegi helyzetét. Itt a hold jelenti az álmait, a vágyait, az elképzeléseit, vagy az éjszakát, amikor gondol rád, álmodik, álmodozik rólad. És megnézzük a te jelenlegi helyzetedet. Itt van a szerelmes pár. Ő szeret téged, kimutatja majd az érzelmeit, és te is szereted őt. Van jövőtök, itt a háttérben megjelenik a két kehely, ami jelenti a párkapcsolatot kettőtök között. És itt középen van a magyar kártya, amit a férjem készített, az úgynevezett rovás írás, az E betűről van szó. És itt középen látható a régi írásmód, aminek van egy szimbolikus jelentése. De először megnézzük az E betűt, mit jelenthet ez. Ami nekem eszembe jut, eger, vagy Emil, vagy Erika, vagy egy új kezdet. Mi jut eszedbe neked az E betűről, leírhatod a kommentárba. És itt a szimbólum, hogy lesz itt egy kanyar, tehát nem úgy mennek előre a dolgok, ahogy te elképzelted. Lesz egy mellékút, de itt vannak komoly döntések, találkozás, vagy olyan események, ami úgy kívülről jön. És ez volt a szerelmi jóslás, egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díja az 4000 forint. Védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderra!